Ügydömping a bíróságokon, egyes ügytípusok áradatként érik el a bíróságokat, amelyeknek tudniuk kell kezelni a helyzetet. Ebben az évben a devizahiteles perek, az elszámolással összefüggő ügyek, és nem utolsó sorban a migrációs eljárások nehezítették a bíróságok munkáját. Az Országos Bírósági Hivatal nyilatkozataiból legalábbis ez derül ki. A létszámbővítésnek köszönhetően egyes törvényszékeken csökkent az ügyhátralék. Dr. Nyakó Zsuzsannát, a Nyíregyházi Törvényszék elnökét kérdezem erről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Térjünk tehát akkor a Nyíregyházi Törvényszékre. Egyáltalán jellemző ez a bizonyos ügydömping a Nyíregyházi Törvényszék munkájára, leterheltségére? Köszönöm a kérdését, mert mindenképpen jellemző, nem csak úgy, mint az ország más törvényszékein, más bíróságain, hanem van néhány olyan speciális ügycsoport eset, illetőleg a mi létszámhelyzetünk is eredményezi azt, hogy az országos átlagot meghaladó leterheltséggel dolgozunk a bíróságokon. Ha 2014 év végére vagy 15 elejére gondolok vissza, akkor meghatározó volt ilyen szempontból is a működésünket, illetően a devizahitellel összefüggő elsősorban végrehajtási ügyek. A peres ügyek felfüggesztésre kerültek ugye jogszabályi kötőerőnél fogva, tehát ezek most kezdenek szeptember hónaptól ismételten visszatérni a bíróságra, illetőleg egyre több ügyfél kezdeményez már jogszabályi szabályozás után is új ilyen eljárásokat, akár lakáshoz kapcsolódóan, akár pedig autóhitel tartozás miatt. Mennyire befolyásolta a megyebeli bíróságok, illetve a Nyíregyházi Törvényszék munkáját a migrációs helyzet? A migrációval összefüggésben is jogi szabályozás született szeptember hónapban. A törvényszékhez kapcsolódóan Nyírbátorban, ugye Nyírbátor városában van egy befogadó állomás. Kollégák, bírók egész évben nagyon nagy mennyiségű üggyel találkoztak, illetve nagyon sok emberrel, aki ebben a befogadó állomásban került elhelyezésre, és az ő őrizetükről, annak a meghosszabbításáról folyamatosan kellett döntsenek a kollégák. Csak példaként, hogy ez akármilyen ügyterhet jelent, hétköznap vagy akár hétvégén is 50-60 vagy 80 ember meghallgatására is sor kellett, hogy kerüljön. Ezeket az ügyeket, ezekben az ügyekben az érintettek meghallgatását a kollégák saját egyéb peres ügyeik mellett intézik. Szükség volt-e megyebeli bírák ideiglenes áthelyezésére a migráció miatt? Ugye a határzár bevezetéséig, illetőleg a déli határ lezárultáig nem volt tudható, hogy mennyi ilyen ügye lesz. Ugye a kijelölt szegedi törvényszéknek, illetőleg később a pécsi vagy a zalaegerszegi bíróságoknak. Ezért szükség volt olyanra, ezt mi kirendelésnek nevezzük, hogy néhány bírókollega, illetve alkalmazott vállaljon olyan kirendelést, ami hogyha nagyon nagy tömegű mennyiség lett volna, akkor azt jelentette volna, hogy több bírónak Szegedre utazva ott kellett volna dolgozni, alkalmazottaknak ott kellett volna segíteni a bírók munkáját. Erre a jogi szabályozás, illetőleg a határ bezárulta miatt nem került sor. Nyomon követjük azért az eseményeket, mert ez látható, hogy esetleg Magyarország, Románia, vagy ugye a ukrán határa, hogyha áttevődik ez a nyomás, akkor nem mi leszünk kirendelésben, hanem esetleg ide kell, hogy kérjünk segítséget az ügyek kezeléséhez. Az országos átlaghoz képest hogy áll a Nyíregyházi Törvényszék ügyhátralék kapcsán? Ugye 2015 év teljes időszakát még nem zártuk le, hiszen még egy szűk hónapig dolgozunk. 2014 évben a érkezett ügymennyiséget földolgoztuk, sőt, csökkent az ügyhátralékunk. Ez a tendencia folytatódott, igen, megfeszített munkával 2015 évben is. Reményeim szerint az évet úgy fogjuk zárni. Sokfajta intézkedés, akár a szolgáltatóbíróság program, akár pedig tényleg a bírák, alkalmazottak, azt tudom mondani, hogy emberileg és szakmailag is maximális erőfeszítésének hála. Mi az, amit ez a bizonyos szolgáltatóbíróság program célul tűz ki? Nyilván az elsődleges az ügyhátralékok csökkentése, illetve minél gyorsabb ügyintézés, de mégis milyen főpontokra lehet ezt bontani? Ugye az Országos Bírósági Hivatal elnöke hirdette ezt meg országos szinten, illetőleg természetesen, hogy a bírósági vezetők egyetértésével, illetve mi magunk is cselekvési tervet készítettünk ez alapján, a program alapján. A neve szolgáltató bíróság, de ugye a mi tevékenységünk nevében benne van, hogy ez igazságszolgáltatás, illetőleg olyan fajta közszolgálat, ami azt a célt szolgálja, hogy ügyfelek észszerű időn belül és legmegalapozottabb döntéshez jussanak, akár mondjuk sajnálatos esetben büntető elítéléshez, akár pedig bármilyen fajta jogvita, családjogi, szerződéses vagy kártérítési jogvita eldöntésében. Hát néhány elemet esetleg kiemelnék, például hosszabb időtartamú pereknek a csökkentése. Mi ebbe a kategóriába soroljuk az egy évnél hosszabban folyó, illetőleg a 2 évet meghaladóan folyó ügyeket. Itt plusz erőfeszítést téve, akár plusz tárgyalási napot tűzve, vagy plusz ügyeket tárgyalva, mintegy 20%-kal csökkentettük a nyári szabadság előtt folyamatban lévő ilyen ügyeinknek a mennyiségét, vagy mondjuk a szolgáltató-szolgáló bíróság program keretében foglalkozunk azzal, hogy ügyfeleknek a véleményét megkérdezzük azzal kapcsolatban, nem a konkrét ügyben mi az álláspontja, hogy jól döntöttünk-e vagy nem, hiszen az jogorvoslatra tartozó dolog, tehát fellebbezem vagy nem, hanem mondjuk hogyan tudod bejutni az épületbe. Udvariasak-e a rendészeink? Mit tapasztal, jól el tud-e valaki igazodni egy épületben, hiszen azért ezek konfliktusok, emberi konfliktusok, amikkel mi foglalkozunk, és már önmagában ez egyfajta nehézséget okoz az ügyfeleinknek. Szeretnénk segíteni abban, hogy megértsék, hogy hogyan működünk, hogy esetleg jobban belelássanak, mert ugye amit ismerünk, attól talán kevésbé tartunk, vagy foglalkozunk azzal, hogy egyáltalán könnyebben megértsék azt a nem egészen könnyű nyelvezetet, ami egy jogi nyelvezet, egy jogi megfogalmazás. Igen, mint hogy minden szakmának van egyfajta szakzsargonja. Tehát egyrészt közérthetőbbek legyünk, jobban el tudjuk magyarázni, hogy a jogi döntés az miért úgy született, vagy valakinek tanúskodnia kell, mert oda idézzük, akkor ő hogy jut oda a bíróságra, esetleg ha nem tud jönni, akkor milyen módon tudja azt jelezni, hogy ebből neki problémája ne legyen, de akár olyan szintig, hogy egy tárgyalóteremben melyik oldalra kell leülni, felperesnek vagy alperesnek. Tehát azt gondolom, hogy azon kívül, hogy ugye megalapozottan, észszerűen, időszerűen kell, hogy döntsünk, az ügyfelek számára abból a szempontból közelebb kell hozni a bíróság működését, nem csak a tárgyalási működést, hanem az épület működtetést, hogyan tudunk többet tenni annak érdekében, hogy gyorsabban fejeződjenek be az ügyek, hiszen ha együttműködőek az ügyfelek, a tanúk, akkor hamarabb lezárulhatnak az eljárások, hamarabb tudunk döntést hozni. Legyen így. Nyakó Zsuzsanna, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és további jó munkát kívánok.